Tehát magának mond ellent Benkő Zsolt képviselő úr, mert azt mondja, hogy nem a Fidesz vezette be, de hát igen, nem Hódmezővásárhelyen, hanem a lehetőségét, hogy akár Vásárhely, akár a másik 135 település földadót vessen ki, ennek a lehetőségét is a Fidesz találta ki, és a Fidesz vezette be. Azt a törvényt, ami alapján mi kivetettük a földadót, meg 135 másik település, azt a Fidesz találta ki, a Fidesz vezette be. Tehát ez egy fideszes földadó. Jó, és csúsztatni ön csúsztat, mert én soha nem mondtam azt, hogy Lázár János vezette be ezt a földadót, azt mondtam, hogy 2016 áprilisában ezt Lázár János javasolta itt. Ezt ő nem tudja cáfolni. Erre jegyzőkönyv van, erre sajtócikkek vannak. Ezt Lázár János javasolta itt ebben a közgyűlésben. Az egész adót a Fidesz találta ki. 2014-15-től ez egy fideszes földadó volt. A 135 település, ahol bevezették, annak a nagy többsége fideszes település. Jó? Tehát nézzék, mi hozzájárultunk ahhoz, hogy ránk hivatkozva ezt megszüntették az egész országban. Ön és mindenki más, aki esetleg a földadóból adódóan eddig fizetési kötelezettsége volt és mostantól nincs, megcsóhatja a lábunk nyomát. Mert csak miattunk törölték el. A fideszes földadót a fideszes csak azért törölte el, mert Hódmezővásárhely is bevezette. Jó, tehát mondom, mi, nekünk köszönhető az, hogy most az egész országban nincs földadó. Jó, ezt köszönjék nekünk. Minden nap imádkozzanak. No, tehát mondom, csúsztatás csak az önök részéről van. Én megint csak azt nem mondom, hogy nem támogatjuk a szegényeket, mert nagyon sokkal támogatjuk a szegényeket. Én csak azt mondom, hogy mivel mi, és nem én kapcsolom össze, félreértés ne essék, ön is megszavazta azt a rendeletet, amivel mi összekötöttük a földadót egy támogatási rendelettel, és azt mondtuk, hogy nálunk az utolsó fillérig ez a pénz a szegényeknek megy. Ebből adódóan ez a pénz most nincs, ennyivel kevesebb megy a szegényeknek. Ez ténykérdés. Jó, tehát mi nem is költhettük volna másra. Jó, kizárólag a szegényeknek osztattuk volna szét. Tehát azt a pénzt, amit betervezetten egyébként 80 millió forint, ebből ugye az első fél évre gyakorlatilag 25 érkezett be. Nyilván szeptember 1-jel még bejött volna valamennyi, én úgy tippelem, hogy körülbelül egy olyan 40-50 millió forint, most ennyivel kevesebbet tudunk adni a szegényeknek. Pontosan? És kevesebbet is fogunk adni. Minden olyan pénz, amit mi egyébként a szegények között terveztünk szét, azt meg fogjuk tenni, de ennyivel kevesebbet. Tehát minden egyes kisnyugdíjas, aki most valószínűleg 15 ezeret fog kapni majd decemberben tőlünk, ugye eddig 10 ezeret kaptak, 20 ezerrel többet kapott volna, hogyha nem törli el a Fidesz a földadót. Ez ténykérdés. Egy olyan rendelet alapján, amit ön is megszavazott.